Szirénázva siet a fehérvári helyszínelő páros dinnyésre, ahol egy mezőgazdasági rázógép maga alá gyűrt egy román vendégmunkást. Szintén kék lámpával rohan ezúttal egy tűzoltóautó a káresethez, ahol egy lángoló épület oltását kell elvégezniük. Az egyenruhások mindennapi feladata a vészhelyzetek felszámolása és a nyomok rögzítése. Most azonban másban is bizonyítottak. Az életben minden egyes baleset más, és más azt szoktuk mondani, nincs két egyforma. Alapvetően a KRESZ szabályok megsértése nyilván egy, tehát abból többféle nincsen, de valahogy mindig máshogy érkeznek a járművek, valahogy mindig más a vezetési szituáció, valahogy mindig más az elmondás a járművezetőknek, itt mindig oda kell figyelni mindenre. A versenyeken a gyakorlati tudnivalók mellett az elmélet is nagy szerepet kapott. A baleseti helyszínelők azonban ezekkel is remekül megbirkóztak. Például le volt egy baleseti szituáció írva, és ebből kellett kiválasztani azokat a jogsértéseket, bűncselekményi tényállásokat, amik megvalósultak, szabálysértési tényállásokat, amiket ki kellett szemezgetni, úgymond ebből a tényállásból. A régió legjobb baleseti helyszínelőivel a Fejér megyei rendőrfőkapitány is találkozott. A dandártábornok a gratuláció mellett reményét fejezte ki, hogy a hamarosan megrendezett országos bajnokságról is hasonló sikerekkel térnek majd haza. Nagyon szépen köszönöm az egész csapatnak ezt az eredményt. Tűzoltóink már az országos versenyen is bizonyítottak, hiszen bronzéremmel tértek haza. Az egyenruhások 4 számban, horoglétra mászásban, 100 méteres akadálypályán, 4x100 méteres váltóversenyben és kismotor fecskendő szerelésben mérték összetudásukat. A tűzoltó versenyekre felkészülni, igazából egy alapfelkészültség a tűzoltónak van, hiszen minden nap meg kell felelni, minden nap fitnek kell lenni ahhoz, hogy a maga tűzoltást ellássa. Ehhez még rengeteg gyakorlás kell ezeknél a feladatoknál, amit tűzoltó versenyen kell csinálni, mert ezek azért egy kicsit speciálisak, tehát itt magasra kell mászni, nagyot kell ugrani, jól kell tudni koncentrálni, egyensúlyozni. A versenyzés csak annyiban más a napi tűzoltó feladatoktól, hogy itt ezt a végén díjazzák, tehát helyezési sorrendeket osztanak ki, de egyébként a mindennapi életben, amikor tüzet oltunk, akkor is a gyorsaság az nagyon fontos, csak a végén nincsenek helyezettek, és nem lehet hibázni. Mi, mikor ide kerültünk, a sportcsapat fiataljai közül többnyire együtt érkeztünk ide a tűzoltóságra 2006 évvégén, 2007 évelején, és akkor ugye pont ilyen vérfrissítése volt a sportcsapatnak, és akkor az idősebb kollégák meg szerettették velünk ezt a sportot. Bár a tűzoltók nap mint nap fokozott terhelésnek vannak kitéve, a bajnokságra mégis külön készültek. Az edzésben Molnár János segített a csapatnak, aki maga is hosszú éveken át versenyzett. Mondtam is a fiúknak, hogy így sokkal rosszabb, mert így mindenkinek a futamáért és minden egyes mozdulatáért idegeskedtem, izgultam. Hát ott meg ugye az ember csak saját magáért felel is, és saját magára kell, hogy figyeljen. Én ezt már a kezdetek kezdetén megszerettem. Hát kezdetleges felszerelésekkel is jó eredményt sikerült elérnem, és hát ilyen formán bekerültem a megyei versenycsapatba is, és hát hamar sikerült országos szintre kilépnünk. Kicsit én is meglepődtem, hogy országos szintű, ugye 200 versenyzőből a 13. helyen sikerült versenyeznem. Ez jól esik, tehát ezen talán nincs mit magyarázni. Nyilván ez jól esik az embernek, és ezek után is még meg fogom próbálni. A székesfehérvári tűzoltóknak nem ez volt az első olyan versenyük, amelyen ilyen jól szerepeltek. Városunkban ugyanis komoly hagyománya van a tűzoltó sportnak.